Szervusz! Helló! Üdvözlöm a kedves Parallaxis nézőket, hallgatókat, olvasókat! Itt vagyunk az ELTE Fizika Intézet Kármán laboratóriumában, Miklós munkahelyén. Mit lehet ebben a laborban csinálni, Miklós? Mi itt a feladatotok? Nekünk itt az a dolgunk, és ebben egyedülállóak vagyunk ez labor 1000 kilométeres sugarú környezetében, hogy nagyon nagy léptékű, tehát ilyen ciklonok, óceáni áramlási jelenségek és ilyen méretű, nagy környezeti áramlásokat, mi így hívjuk, ezeket modellezzük lekicsinyítve nagyon picire. És hát ígértél nekünk egy hidegfront kísérletet, amire nagyon kíváncsi is lennék. Rendben, gyere, az erre van. Nézzük meg. Egy hidegfront kísérletet fogunk látni, ha minden igaz, ebben az akváriumban fogjuk megtapasztalni a jelenségnek a terjedését. Miklós, hogyan működik ez a modellrendszer? Hát ahogy mondtad, ez valóban egy ilyen akvárium, talán 3 méter vagy valami ilyesmi, és itt viszont van egy válaszfal. Ezt beletettük, ezen elvileg most nem megy át a víz. Az egyik oldalon, ezen a rövid részben, itt hideg víz van, ezt így a csomag engedtük ki, hideg víz, ez pedig szobahőmérsékletű víz. Tehát a kettő között van nagyjából 10 fokos hőmérséklet különbség. Na és mi fog történni? Persze, hogyha kihúzzuk ezt a válaszfalat, akkor a hideg víz, mint a csűrűbb, az megpróbál bemászni a melegebb víz alá. Ebből az egészből nyilván nem látnánk semmit, mert mind a két víz átlátszó. Mi föl vagyunk készülve a részére, és ott ahhoz a főző pohárhoz nyújtjuk, kérlek, és öntsd bele ebbe ezt a vizet, ami, hát ez egy ételfesték, tehát ez nem is fogja megváltoztatni a sűrűséget, csak egy picit megfestjük vele a hideg vizet. Tehát ez már kezd ilyen főző műsor jelleget tölteni ez a dolog, most ízlés szerint elkeverjük. Egészen addig, amíg teljesen kék nem lesz, kék, mint a hideg front, ugye meteorológusoknál sem tudjuk, hogy a hideg front az kék. Na most ez tényleg így van, na így már látni fogjuk, mi történik, és akkor ha felkészültél, akkor kihúzzuk a falat, és elmeséljük úgy közben, hogy mi történik. Azt hiszem, hogy mehet. Na nézd! Jön a hideg front, vigyázat! Na, ez az, amikor például azt mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence térségébe belépett egy hideg levegő. A levegő az nagyon hasonló, mint a víz ebből a szempontból, tehát itt tényleg azt úgy kell elképzelni, hogy ilyen feje alakul ki, és ilyen nyelvszerűen bekúszik alá, és ez az, amit persze például a frontérzékeny emberek mondjuk migrénként észlelnek, azt a hirtelen nyomásváltozást, ami megtörténik akkor, amikor az itt álló emberen egyszer csak keresztül halad a frontnak a feje. Most ez nagyon érdekes, hogy a frontnak a fején láthatóak ilyen örvényszerű hullámalakzatok is, amik egyre jobban kialakulnak. Hát ez nagyon jó pofa. És ez azt tudod, amit igaziból nem lehet látni, hiszen nincsenek megfestve az igazi időjárási frontok. Persze azt is mondhatjuk, hogy ez egy tengerfront, tehát ilyen is van, amikor mondjuk egy sós víz réteg betör egy édes víz rétegbe alá, mondjuk mert az áramlás éppen úgy mozgatja a különböző rétegeket, mondjuk a földközi tenger vagy az Atlanti-óceán határán, a Gibraltári szorosnál, akkor éppen úgy van az áramlás, hogy az ajzati szinten keresztül bukik a földközi tenger sósabb vize, és elindul az Atlanti-óceán felé, akkor az is valami ilyesmi. És ez lehetne akár egy lavina is, vagy bármi, tehát az a szép az egészben, hogy a fizika megmondja nekünk, hogy ennek a fejnek lényegében pontosan ugyanolyan alakulnak kell. És akkor tényleg ilyen univerzális felhasználása van ennek a modellnek? Tehát lavinát is lehet vele, vagy ti csak hidegfront kutatást? Minden, nézzétek ezeket a képeket. Nézd Csaba, itt ez egy lavinának a képe. Mm. És látod, hogy a fejnek az alakja, az tökre hasonlít ahhoz, mint amit itt látunk, csak éppen másfelé megy. Tehát bizonyos értelemben ez is hidegfront. Ez meg a kedvencem, ez egy nagyon rossz minőségű kép, de mégis szeretjük mutogatni. Van ötleted? Hogy látod, hogy egy hidegfront, de szerinted itt ez mi ez? Olyan, mintha valamilyen rovarok. ...nak a felnője lenne itt, ami szúnyog felnője. Te ennyire okos vagy. Azt szokták mondani az emberek, hogy homok vagy valami, de valójában igazad van, mert ez itt tényleg egy sáska front. Egyiptomban vagy Észak-Afrikában valahol vannak sáska járások, és hát a 10 csapás egyike is, az is egy egyiptomi sztori, igaz? És akkor arról van szó, hogy itt jön a hideg front, és jelző festékként tolja maga előtt azt a sok milliárd rovart. És azt kell megnézni közben, hogy időközben már majdnem a 3 méteres kár végére elért a kis hidegfront, de útközben meg még mindig nem keveredett össze, tehát még mindig tök jól elkülönül a kék réteg, és ha végignézünk a kezdőpontig, végig lehet látni, hogy végig ott van a kék, nem keveredik össze. Ez azt is jelenti, hogy ha lenyomnánk egy hőmérőt az aljára,
akkor ott meg mindig hideget mérnénk, fölötte meg mindig meleget. Tehát az elkeveredés az ebben a folyamatokban nagyon lassú. A hétköznapi életben nem ezt szoktuk meg. Mert amikor kinyitjuk az ajtót télen, akkor ugye nem az van, hogy azt érezzük, hogy alul bejön a hidegfront és a lábunk fázik, fölül meg még nem fázunk. Mert hogy ugye a mi méretskálánkban a hétköznapi életben így keverjük, kavarjuk, turbulens áramlást csinálunk magunk körül, és ez van a lakásban is. És ezért persze ott sokkal gyorsabban összekeveredik, valahogy úgy, mintha én ide belenyúlnék, és látjátok, abban a pillanatban, hogy elkezdem pirizgálni, teljesen elromlik az egész. De hogyha nincs ilyen hatás, mint hogy eddig nem volt, amíg bele nem trollkodtam, addig szépen élesen ketté válik a két réteg. És hát a légkörben is ez a helyzet. Ezért tudnak ilyen szépen stabilan megmaradni a rétegek a légkörben. Tehát akkor ez egy makroszintű, meg egy kisebb rendszer modellezésére is alkalmas. Ugye a Föld is egy zárt rendszer, de azért az egy nagyobb kiterjedésű, előbb-utóbb ennek a hidegfrontnak az eloszlása, az megtörténik. Mi lesz akkor a hidegfrontnak a sorsa? Hát igen, ez előbb-utóbb kiegyenlítődik a hőmérséklet, ahogy mondod, de itt, hogyha nincs ilyen keverés, mint amit az előbb csináltam, hanem tényleg csak a hővezetés van, akkor ez akár fél napig is eltarthat. Tehát, hogyha most elmennénk, ennénk valamit, mit tudom én, akár hazamennénk szundizni egy délután, és visszajönnénk este, akkor még körülbelül ugyanezt látnánk itt. És hogyha oda tennénk a hőmérőt, meg ugyanúgy megmérnek a hőmérséklet különbséget, de néhány nap múlva valóban itt is a laborban azt látnánk, ezt meg is csináltuk egyszer kíváncsiságból, vagy mustákoltunk leereszteni, vagy nem emlékszem, de itt is megcsináltuk ezt, és akkor két nap múlva visszajöttünk, akkor már tényleg szép világos kék az egész. Addigra tényleg homogén módon elkeveredik, de ennek nagyon lassú az időskálája, sokkal lassabb, mint a front terjedésnek az időskálája, hiszen láttuk, hogy ő néhány perc alatt végigért, és már fel is töltötte a Kárpát-medence alját a hideg légréten, ha úgy tetszik, vagy átment a csendes óceán aljába a sós, a földközi tengeri víz. Hát, az inkább az Atlanti óceán, de kicsit nem. Ahogy itt az ujjaddal mutattad, azért meg lehet bolygatni a rendszert, gondolom igazából is, amikor jönnek szelek, különböző időjárási körülmények, akkor ugye felborul minden. Hogy lehet ezt kísérleti szinten modellezni, azon túl, hogy beszúrogatok? Ó, itt mindenfélet lehet csinálni, itt van például egy hegységrendszer. Oh. Ezt mondjuk úgy hívjuk, hogy ez az Alpok. Ez nem véletlen, hogy ez pont akkora, mint ez. Tehát, hogyha ez fából van, tehát 20 nap tepején, de hogyha ólomsúlyokat rakunk bele és lerakjuk az aljára, akkor megnézhetjük, hogy egy front egy ilyen rendszeren például hogyan mászik át. Ez például az egyike, az egyik legfontosabb olyan hatásoknak, amik tényleg a front terjedés befolyásolja. A másik meg, amit már is lehet látni, ha nagyon ügyes vagy és látod, hogy itt nem azért nem egyenes a teteje, hanem hullámok vannak benne. Ezt belső hullámok hívják, hiszen nem a víz teteje van, a víz teteje meg se nyekken. Vagy ha azt gondoljuk, hogy ez a légkörnek meg nincs is teteje. De az a lényeg, hogy látszik, hogy szépen, nagyon-nagyon lassan hullámok mozognak benne. Na, ilyenek is vannak a légkörben, meg az óceánban is. És azért mozognak annyira lassan, mert ők úgy viselkednek, mintha egy csökkentett gravitációban terjedő hullámok lennének, hiszen az ő terjedésük sebességét nem a sűrűségük határozza meg, minthogy egyébként ennek szerepe volna a hullámterjedésben, hanem a sűrűség különbség a két réteg között. És az most ebben az esetben nagyon pici. Ez a 10 fok hőmérséklet különbség, ha kiszámoljuk, ez csak maximum százaléknyi sűrűség különbség megfelelne. És képzeld el, hogy ez azt idézi elő, hogy ezek a hullámok, amik odabent terjednek, ezek olyanok, mintha 1%-os sűrűség különbség esetén, relatív sűrűség különbség esetén, mint hogyha a gravit 1/100 g-ben terjednének, tehát mintha egy kis bolygó felületén végeznénk egy felszíni hullámkísérletet, és azért ezt iszonyatosan lassan másznak is, alig észrevehető. De ilyenek a tengerben is vannak, meg a légkörben is, és mostanság jönnek rá a meteorológusok, hogy a belső hullámok szerepe az időjárásban mennyire fontos. Feltételezem, hogy vannak olyan matematikai modellek, amik ezt a hullámterjedést már kezelik, vagy jó közelítéssel leírják. Van-e jelentősége még az ilyen jellegű kísérleteknek, amit tényleg úgy megcsináltok? Milyen eredményeket lehet ebből kihozni? Abszolút van, és nagyon jó a kérdés. Ugyanis az a helyzet, hogy a matematikai közelítések kevésmertek. De az, hogy ismered az egyenletet, ugye az egyetlen nem jelenti azt, hogy ki tudod számolni. Ehhez számítógépes
közelítő megoldásokat kell csinálni, magyarul szimulációt. Le lehet szimulálni egy ilyen rendszert, csak az a baj, hogy egyrészt nagyon lassan fut, másrészt meg valamivel validálni kell, hogy ami kijön a szimulációból, az tényleg megfelel a valóságnak. Sokkal egyszerűbb azt a számítógépes kódot, ami egyébként mondjuk az óceánt, hogy a légkört is tudja modellezni, sokkal egyszerűbb ráereszteni először egy ilyen problémára, letesztelni, hogy tudja-e hozni azt, amit a tényleges kísérlet csinál, és ha igen, ha ezt tudja reprodukálni, akkor mondhatjuk, hogy oké, ez egy jó modell, akkor mostantól kezdve ezt nagyobb eséllyel használhatjátok az igazi légkörre. És pont ez az egyik fontos célja az ilyen laboroknak, hogy lehet vele validálni, vagyis igazolni azt, hogy ezek az előrejelző modellek jók. Sokkal egyszerűbb itt kipróbálni, mint az igazi légkörben, ami sokkal bonyolultabb és sokkal nehezebb mérni. Például nem lehet látni, hogy hol van a front. De még sok egyéb bonyolító tényező is van. Gondolom azért vannak ilyen nemzetközileg elérhető adatok, amivel a validálás szintén megoldható, de nyilván jól jön, hogyha itt helyben meg lehet kapni azokat az adatokat, amit a számítógépes szimulációhoz kell. Abszolút, abszolút, és most az egyik ilyen nagy örömünk nekünk, hogy ilyen laborkísérletek eredményeit aztán beépítették például a németországi időjárás előrejelzési modellekbe, és pont az ilyen kísérletek miatt napjainkban Németországban jobb időjárás előrejelzések készülnek, hiszen ők azt hitték, hogy azért rosszak a modelleik, mert nincs benne, mit tudom én, a felhőképződés, vagy valami bonyolult dolog, de mi meg bemutattuk, hogy egyszerűen csak nem futott jól a numerika, mert a laborkísérletet sem tudta reprodukálni. Hát most már tudja. Megjavították az eredményeink hatására, és csodájára tényleg pontosabban jelzik előre a front terjedést azokat. Hát Miklós, köszönjük ezt a kísérletet, a többit is hamarosan megtekintjük.